Ezen a héten kezdődtek az idei ásatási munkák a Dombópál váránál, és egészen augusztus 18-áig tartanak. Az első feltárások 2014-ben indultak. A fő és egyben végső cél az itt álló vár alapjainak feltárása és rekonstrukciója. Ez a lelőhely az ismert volt már 19. században, és kisebb roncsolásmentes régészeti kutatások már zajlottak 20. század folyamán is. Azonban a szisztematikus régészeti feltárása az 10 évvel ezelőtt kezdődött el. A várról nagyon kevés írott adatunk van. Ezeknek az összegyűjtéséből és elemzéséből az derült ki, hogy ez egy szabályos négyszög alaprajzú vár volt, ami feltehetően a 14. század legvégén vagy a 15. század elején épülhetett, és 150 évig a Dombai család birtokában volt. Majd a 16. század közepén török kézre került, és egészen az egész hódoltság korában az ő kezükön is volt, és a főúri rezidenciából egy török végvár lett. Bádoni Lajos Vilmosnak az 1686-os dél-dunántúli hadjárata során szabadult fel, majd utána Eszterházy család kezébe került, és ezt követően a bécsi haditanács 1702-ben leromboltatta, és 300 éve rom. Ezért a felszínen nagyon kevés épített maradvány található, tette hozzá Berta Adrián régész. Ezek kutatása csak régészeti módszerekkel lehetséges. Azt is megtudtuk, hogy jelenleg miután kutatnak. Részben geofizikai módszerekkel is kutatjuk, földradarral megpróbáljuk feltérképezni a föld alatt található falaknak a megmaradt alapozásait, és a hagyományos régészeti ásatás keretében pedig igyekszünk feltárni azokat a pontokat és részeket, amelyek régészeti szempontból érdekesnek tűnnek. Az elmúlt évek során részben a déli épületszájnak, illetve a keleti várfalnak a kutatására összpontosítottunk, valamint az északi épületszájnak néhány részletét tártuk fel eddig, és az idei évben pedig elsősorban az egykori kaputoronyra, a vár bejáratára összpontosítunk. Továbbá az északi épületszárnyhoz csatlakozó úgynevezett keleti belső toronynak a feltárására összpontosítunk. A radarképek alapján feltételezzük, hogy itt egy eltemetődött pince található, és ennek a részleteit szeretnék megismerni. A régészeti ásatások során számos korabeli relikviák, emléktárgyak kerültek elő, ezek pedig hasznos információt jelentenek a régész számára. Az 1702-es rombolás után nagymértékű pusztulás keletkezett a területen, és ez nagy mennyiségű törmelék felhalmozódást is eredményezett a lelőhely területén, viszont alatta kis számban ugyan, de mind középkori, és valamennyivel nagyobb számban törökkori jelenségek, illetve rétegződések is vannak eltemetődve, és ezeknek a feltárásából és a belül került leletanyagból tudunk következtetni az itt élőknek a hétköznapjaira. Évről évre reménykeltő jeleket ad ez a vár magáról, fogalmazott Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd. Nagyjából a várnak a régi körvonala már rendelkezésünkre áll. Ebből adódóan az idejében egy olyan pontot próbálnak feltárni a régészek, ami mögötten éppen ő látszik. Ott vélelmezhetően még 2,5 méter mélyen egy pince található, amelyet nyilván a végleges hasznosításnál kiállító térként szeretnénk használni. Dombóvár tekintetében költségviselésként csak a szállás és az étkezés és jut a városra. Természetesen ennek az 5 hét alatt nagyon szívesen eleget teszünk, és minden évben pályázunk magába az 5 hétnek a működési költségeire, és idejében is sikeresen pályáztunk. A polgármester bízik abban, hogy idén minden olyan lelet előkerül, amelyeket a tervezés során használni tudnak. Ebből adódóan egy helyi tervezőcsoport egy látványterv elkészítésére már meg is kapta megbízást, mely évvégére el is készül. Hiszen jövőre a fenntartható városházi stratégiánkban rendelkező forrás igénybevételével szeretnénk a vár felújítását megkezdeni, amely nyilván nem egy megalon mániából fakad, hanem szeretnénk, hogyha néhány év múlva ez egy látogatható turisztikai attrakció lenne, és a várfalat szeretnénk egy 80-100 cm magasba kihúzni, illetve a két tornyot összekötni egy sétánnyal, amiről le lehetne nézni, és meg lehetne nézni a régi várnak a vonalát. Az is nagyon fontos, hogy tavalyi év során sikerült a tulajdonjogokat rendezünk, hiszen a
várnak az egyik sarka, az magánterületen volt. Ezt a magánterületet az önkormányzat megvásárolta, és itt a területen található lakóépületszerű felépítmény is majd elbontásra kerüljön, vagy egy része, hiszen valószínű, hogy a várra sikerült ezt ráépíteni. A feltárást, a kutatómunkát az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet szakemberei végzik. Jelenleg a Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium diákjai önkéntesei segítenek a feltáró munkálatokban, mintegy 10.